Igen. Gyakorlatilag úgy indult ez az egész, hogy vagy megszületett a kisbaba, és nem akart szopizni, nem jött rá a dolgoknak a lényegére, hogy hogyan kell szopizni. És próbálkoztak pedig a koraszülött, vagy az újszülött osztályon is, hogy ráerőltetni a szopizást, hogy mindenképpen szopjon, de sehogy sem akart szopni. És végül is én úgy döntöttem, hogy valami más módszert fogok találni. Ezt ott az ott lévő nővérkének is megmondtam, hogy csak jussunk haza, és majd én ott meg fogom mondani, hogy a kislány mindenképpen nagy a tejhez fogja jutni. És ő erre azt mondta, hogy jó, hogyha egy hétig fogom őt anyatejjel táplálni, és onnantól tápszeles lesz az egész. És hazakerültünk, odandól a lováci védőnő, mert mi ott lakunk, meg lakunk is, két laki életet élünk jelenleg, mert hol itt vagyunk egyet a nagymamánál, hol otthon. És tulajdonképpen a védőnő is próbálkozott mindennel, mondta, hogy ő ilyen csecsemőt még nem látott, hogy anya teltő, duzzadó, emlő, és kinyitja a száját maximum, és nem szopizik, csak nyel. Nyelni a tejet, és ő nem is akar szopni. És tumis üveg előkerül sajnos, elrontottam, mert azt mondták, hogy későbbiekben, hogy deciliteres pohárból meg kellett volna itatni, és akkor addig kísérletezni, ha kell, akkor egy-két hetes korábban is talán rájött volna a szopizásra. Hát én elrontottam, mert tumis üveget adtam neki, és innentől fogva jött a tumizavar, tehát onnantól fogva ő már alapban nem szokott, mert hát nem kellett érte dolgozni, jött a tej az magától, nem kellett az különösebb munkába nem telt. És tulajdonképpen voltál, amikor hazakerültünk, egy 3-4 napos volt a lilla. Volt olyan, hogy nem volt elég tejem, mert akkor még egy elektromos mercizsúval próbálkoztam, és ez nem volt kellően hatékony, az a fajta. És a védőnöm annyira nagyon-nagyon jó fej volt, hogy késő este 8 órakor ő körbe kérdezett a kismamák körében, hogy valakinek van-e tápszere, és volt. És kaptunk tápszert, és egy alkalommal letettem meg a kislányt tápszerrel. És ez annyira megnyugtatott, hogy evett a gyerek, minden oké, hogy elindult úgy a tejtermelésem, hogy onnantól, az a megnyugvás úgy elindította az anya tejtermelést, hogy onnantól nem volt probléma. Onnantól meg tudtam oldani úgy, hogy lefejtem kézi melszívóval a tejet. Gyakorlatilag márkát váltottam egy kézi melszívóra, és az sokkal, sokkal több tejet bírtam kinyerni. Gyakorlatilag átlagban 6 deci le szokott jönni. Most már, hogy lilla közel, most már 2 éves lesz egy hónap múlva, gyakorlatilag most is még olyan 4,5 deci anyatejet fogyaszt, mint a mai napig tumis üvegből. Minden nap? Igen, minden nap. Ugye el van osztva ez a tej, hogy valamikor az előző napiból marad, mert mindig egy nappal, úgy oldottam meg, hogy mindig egy nappal előrébb vagyok. Tehát ő ma a tegnap lefejt anyatejet eszi, és holnap eszi a mait. Tehát ez mindig is így volt megoldva. Gyakorlatilag olyan ügyesen szépen meg lehet oldani, hogy ő már kérje, hogy tejci, mondja, hogy tejci, és akkor hozom neki, az anyatejet megmelegítem, tumis üvegben nekiadom. És ugye az egészségével nagyon minimális gondok voltak eddig. Hála Istennek, hogy ez az anyatej az tényleg, hogy egy nagyon-nagyon nagy csoda. Ha lehet ezt így fogalmazni, az anyatej az egy nagyon nagy csoda és egy nagyon nagy ajándék. És igazság szerint ezért is szeretném volna, hogy ez az egész riport megszülessék, hogy ne adják fel a kismamák azért, mert valaki azt mondta, hogy el fog apadni, meg mit tudom én. Sok kismama ott elrontja, hogy tejlázat kap. Az én kedves lendő komasszonyom is így tett, hogy egy ismerőse azt javasolta, hogy akkor nehogy szoptassa a gyereket, a pöncse, a csapba, a tejet, ilyesmi. És ennek köszönhetően a kislánya 3 hónapos koráig szopott, csak összesen utána tápszeres lett. És pont én azt akarom mondani, hogy ha valaki tejlázas is, akkor is igenis szoptasson, és minél többet. Mert én magam is voltam tejlázas, nekem is volt, mert az elején még nem tudtam megfelelően azt a... Rá kellett jönni a fejőgépnek a trükkére is. És volt, hogy maradt bent tej, és ugyanúgy nekem is begyulladt a mellem, tehát... De viszont egyből hívtam a védőnőmet, Varga Anitát, és ő segített. Tehát a védőnői szolgálat is nagyon-nagyon sokban befolyásolja itt a kismamának a dolgait, és bátran mindenki keresse a védőnőjét, mert nagyon-nagyon sokat tudnak ők segíteni. Én a Varga Anitát nagyon-nagyon. Ő a lovászi védőnő.